Hát nem csupán a dalolás és az angol nyelv, de az élet szinte minden területén kissé elesett figura. Élete legelső koncertjére indult, de rossz vonatra szállt fel. És mivel arra a járatra nem volt jegye, hát megbüntették. Csak hogy pénzt is elfelejtett magához venni, így az 1000 forintos helyszíni bírságból lett 6000 forintnyi büntetés. Még szerencse, hogy fellépésén akkora sikert aratott, hogy könnyedén egyenlítheti majd számláját. Egy nehéz nap és annak nehéz éjszakája várt szombaton Szarka Lászlóra, vagy ahogyan talán jobban ismerhetik, Mr. Piki Csunájra. Mert hogy a Megasztár elődöntőjéből amúgy joggal eltanácsolt énekes egyetlen nap alatt az összes álmát megvalósíthatta. Piki Csunáj, óráj, szélaj, szémáj, összáj, venszorízim, vinyó, bénkén Csunáj. Több mint 6 órás vonatút után érkezett meg a Szabolcs megyei Ökörító Fülpöstről a fővárosba, hogy megtudja, mi is az a meglepetés, amit az esti koncertje előtt tartogattunk neki. Ahogy megérkezünk, Laci számára megszűnik a külvilág. Az áhított popstár léten kívül világ életében autóversenyző szeretett volna lenni. Bemeregítjük, vagy melegedben. Valami eszméletű hangja van, nagyon jó. Aztán előkerül az autó motorja is, Szalai Balázs, aki cserét ajánl a rögtönzött autós bemutatóért. Azt mondtam, hogy csak úgy viszlek, ha énekelsz közben. Jó, oké. Lacinak azonban útközben eláll a lélegzete. Soha nem ült még ilyen autóban, eddig csupán a saját Trabantjában és Zsiguliában érezhette csak a gyorsulás mámorító érzését. El vagyok teljesen képben, nem tudok szóhoz jutni. Fantasztikus, nagyon jó. Nagyon jó. Szalai Balázs azonban nem tágít. Piki Csunáj, óráj, széjjaláj, szimáj, összáj, venszorízim, vinyó, bénkén Csunáj, ó, de Piki Csunáj. Köszönöm szépen. Az autó az a második énem, tehát abszolút. Ezt azért is mondtam akkor a riportba, mert ez így is van, tehát abszolút. Szeretném, ha egyszer valami, tehát kipróbálni, ha kipróbálnának, hogy én mit tudok az autóval, tehát egy autóból kihozni. Esti fellépő ruháját kisimítva, aztán újra boldogan kezd bele a Piki Csunájba, a javításra váró autók között. Azért is gondoltam, hogy ezt meg kell hallgatnom, és gondoltam, hogy úgyis úgy fogom vinni, hogy elénekli nekem, ha el is énekelt, úgyhogy tényleg jó pofa volt. Ez pedig már első nagy fellépésének helyszíne, ahol László egy pillanatra sem pihen. Látják, szinte széttépik a rajongói, úgy, mint a nagyok, autogramot oszt és fotózásokhoz mosolyog, frissen, fitten. Koncertje csak hajnali 2:30-kor kezdődik. Nem akarok megtanulni angolul egyáltalán, végül is, mert akkor már ezt a műfajt nem tudom csinálni, tehát abszolút szerintem az angol nyelvtudás az most nem kell. Több mint 4 óra várakozás után aztán eljön a színpadra lépés pillanata. Laci egész nap nem evett, de az utolsó pillanatokban még jobban izgul, mint eddig bármikor. Épp nagyon! Nem kell épp képzeld azt, hogy ezek káposztafejek! A káposzta fejek, vagyis a közönség tombol. Újra és újra visszatapsolják Mr. Piki Csunájt. Akkor még egyszer, Piki Csunáj! És újabb dalokat követelnek rajta. Végül is számítottam rá, de azért kicsit meglepettem, mert nagyon sok rajongó összegyűlt itt, és tényleg ez miért a érzés. Piki Csunáj, vagyis Szalka László most országjáró turnéra indul, sőt, ha lehet újra, lakodalmas zenésznek szegődik, ha lesz rá igény. Közben pedig titkon abban bízik, valaki meglátja benne az Isten adta autóversenyzői tehetséget, mert szerinte az éneklés és az autóversenyzés jól megférne egymás mellett.